Napjaink egyik legvitatottabb kérdése a paksi atomerőmű bővítése. Az Energetikai Szakkollégium által szervezett fórumon a témában leginkább kompetens előadók beszéltek a projekt éppen aktuális kérdéseiről, problémáiról, valamint az engedélyeztetési eljárásokról. A szakkollégium fórumának célja nem a beruházás létjogosultságának tárgyalása volt, hanem hiteles forrásként kívánt szolgálni a paksi kapacitás fenntartásáról, mint a 21. század egyik legnagyobb magyarországi beruházásáról. A fórumon előadást tartott Fichtinger Gyula, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, professzor dr. Aszódi Attila, a paksi atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos, valamint Nagy Sándor, az MVM Paks 2 ZRT vezérigazgatója. Az esemény moderátora Patkó Gábor, a Portfolio.hu elemzője volt. Ma a villamosenergia igényünknek, az itthon felhasznált villamosenergiának 28%-a importból származik. Gyakorlatilag kettő komoly stabil eleme van a mai magyar villamosenergia rendszernek. Van a paksi atomerőmű a 2000 megawattnyi termelőkapacitásával. A másik fontos elem a villamosenergia rendszerben a mátrai erőmű. Ez a két erőmű adja ma a hazai termelésnek a 71%-át. Két erőmű. Ha már több egymáshoz hasonló műszaki megoldás létezik a piacon, de finanszírozást csak az orosz fél tudott biztosítani, és tulajdonképpen ez az, ami felgyorsított ezt a folyamatot, és a döntés ebbe az irányba vitte. A legújabb módosítási csomagunk egyeztetés alatt áll. Fukushima kapcsán 50 új követelményt fogalmaztunk meg a nukleáris biztonság területén, illetve néhány másikat módosítottunk. Magyarországon atomerőmű létesítés nagyon régen volt, és ugye most fogjuk majd tesztelni azokat a követelményeket, szabályokat, amik szerint ezek az eljárások folyni fognak. Nap mint nap olvashatunk híreket arról, hogy Rosszatom aláírt szerződés 8 reaktor szállítására Dél-Afrikába. 28 reaktorra van tulajdonképpen megrendelése a Rosszatomnak, vagy már különböző fázisban van, és még 10-et otthon építenek. Ez alapján kijelenthető, hogy a Rosszatom ma a legnagyobb nukleáris beszállító. Energetikai mérnök hallgató vagyok, és a szakkollégiumtól hallottam, hogy lesz az előadás, és mindenképpen szeretem volna eljönni, mert ez nagyon aktuális téma, és a mi területünket nagyon erősen befolyásolja, úgyhogy szerintem mindenkinek érdemes róla hallani.